Szép jó napot mindenkinek! A videós hírsorozatom második részével jelentkezem a mai nap, és egy több szempontból is aktuális témával készültem, és pedig a sertéstartással kapcsolatos szigorításokról, lehetőségekről szeretnék beszélni. Először is megnyugtatnék mindenkit azzal kapcsolatban, hogy a saját disznóját a saját portáján belül mindenki levághatja. Terjengtek rémhírek azzal kapcsolatban, hogy esetleg büntetnék ezt, azonban ez nem igaz. Amire figyelni kell azonban, hogy a disznóvágástól számított 72 órán belül a körzeti állatorvosnál ki kell húzatni az állatot a nyilvántartásból, már mennyiben szerepelt a nyilvántartásban. Ami még fontos, hogy lehetőség szerint mindenki vizsgáltassa meg a sertéshúst, elsősorban itt a trikinella vizsgálatra gondolok. Nagyjából ennyi lenne, amit a disznóvágásról szerettem volna mondani. A következő téma pedig ugye a törvényi szigorításokról szólna. Azokkal kapcsolatban először is megjegyezném, hogy a romániai sertésfarmok az utóbbi időben jelentős veszteségeket, károkat szenvedtek az afrikai sertéspestis miatt. Oda jutottunk, hogy jelenleg az országos fogyasztásnak, szükségletnek nagyjából hozzávetőlegesen a 80%-át importáljuk. Ennek a folyamatnak a megfordítására, illetve a betegség visszaszorítására az állam szigorította a sertéstartást szabályozó törvényt. A törvénytervezetet még májusban elfogadták, azonban az alkalmazási normákat csak október végén publikálták. Tehát a következőképpen szól a történet, tehát aki saját felhasználásra maximum 5 sertést tarthat mindenki, azonban ezt csak saját felhasználásra tarthatja, nem értékesíthet belőle. Amennyiben szeretne értékesíteni, akkor be kell jegyeztetnie a gazdaságát a megyei állategészségügyi hatóságnál. Ahhoz, hogy bejegyeztethesse, a következő feltételeknek kell megfelelnie. Abban az istállóban, ahol a sertéseket tartja, ott más állatot nem tarthat. Az istálló be kell legyen kerítve. A trágyatárolónak a kerítésen belül kell lennie. És lennie kell egy helyiségnek, ahol kezet tud mosni, ahol be van vezetve a víz, ez télen és nyáron is funkcionális, illetve ahol a váltó ruháját tartja, ajánlott ugye mielőtt belépik az istállóba átöltöznie, és ott, ahol belép az udvarba, tehát a kerítésnél kell lennie egy fertőtlenítő tálcának. Ez lehet akár egy régi zuhanytálca is. Illetve ami még feltétel, ugye, hogy az állatok be kell legyenek jelentve, illetve fel kell legyenek fűszámozva, valamint a gazdának szerződést is kell kötnie egy állatorvossal. Arra, hogy ne kelljen mindenkinek külön beegyeztetnie a gazdaságát, egy életképes és jó alternatívát nyújthat az egyesületekbe való tömörülés. A fenti feltételeknek azonban ebben az esetben is minden egyes egyesületi tagnak meg kell felelnie. Nagy vonalakban ennyi lett volna. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy aki jövő évtől szeretne kereskedelmi célú sertéstartással foglalkozni, tehát szeretné az állatokat értékesíteni, mindenképpen keresse fel a körzeti állatorvosát, aki részletesen felvilágosítja azzal kapcsolatban, hogy melyek lennének a szükséges lépések. Nagyjából ennyi lett volna, remélem, hogy hasznos információkkal tudtam szolgálni, hogyha ezzel kapcsolatban bárkinek bármilyen kérdése van, akkor nyugodtan keressen, akár telefonon, akár üzenetben. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó disznóvágást kívánok mindenkinek. További szép napot!